Vészhelyzetben életünk sokszor egy hajszálon múlhat. Csak a túlélésért küzdöttem. Egy másodperc alatt dőlhet el a sorsunk. Tudtam, hogy ki kell őket szabadítanom. A különbség katasztrófa és túlélés között. Szörnyű volt, azt hittem vége. Ezek az emberek kiszabadultak a halál szorításából. Az orvos beszélt velünk, hogy felkészítsen minket David halálára. Olyan volt, mint egy horrorfilm. Ösztöneiknek, lélek jelenlétüknek és a körülöttük lévők gyorsaságának köszönhetően megmenekültek. El kellett érnem, hogy eszméleténél maradjon. Megdöbbentő élmények a kamerák előtt. Az életed a tét? Egy nap, amit sosem felejtenek el. A nap, amikor minden egy hajszálon múlt. Meredek helyzetek videó. A mai részben egy tapasztalt hegymászó kamerát állított fel, hogy rögzítse, ahogyan kötelek, hevederek és sisak nélkül próbál megmászni egy 24 méter magas sziklát. A kamera ott van, hogy felvegye a diadalt, de helyette egy katasztrófát rögzít. Éreztem, hogy valami nem jó. Szinte vártam a fájdalomra. Egy vészjelzést adtak le a földekről. Légimentőre van szüksége. Van súlyos vérveszteség? Hogy vérzik? Ne mozduljon, Graham, ne mozduljon! A szomszédok hívták a mentőt, amikor kétségbe esett segélykiáltásokat hallottak. Megtöbbentek, amikor a helyszínre értek. Hamarosan mentőcsapatok érkeztek. A földműves Grahamet leszúrt a saját traktora. Észrevettem, hogy a traktor mozgásban van, de semmit sem tehettem, hogy megállítsam. Egy történet arról, hogy hogyan égett le egy ház, miközben egy ember szembeszáll a mérgező gázokkal, hogy megkeresse a szomszédját. Tudtam, hogy éjszaka dolgozik, és arra gondoltam, hogy biztos alszik, és az az ő szobája, ami kigyulladt. A 46 éves Jules Lines profi hegymászó. 14-15 éves koromban kezdtem el az iskolában megmászni a Cummingstonnál lévő sziklákat, de akkor még úgy gondoltam, hogy ez nem igazán nekem való. Azóta változott a hozzáállása, most ő az egyik leghíresebb egyéni szabadhegymászó Angliában, ami a hegymászás legveszélyesebb formája. Az egyéni szabadhegymászás azt jelenti, hogy kötelek és mindenféle felszerelés nélkül mászol. Csak te vagy ott, a hegymászóbakancsod és a krétaporos táskád. Igazából magad vagy a sziklával. Jules már 25 éve mássza a sziklákat a világ különböző pontjain. Skóciában él, és van itt egy szikla, amit már régóta szeretne megmászni. Ezt a sziklát Holdfastnak hívják. Először azt hiszem 2002-ben mászták meg. Amikor lenézel, úgy tűnik, hogy egyáltalán nincsenek rajta lyukak. Azt gondoltam, lehetetlen, hogy egy ilyen nehézségű sziklával megpróbálkozzak. Végül mégis elfogadta a kihívást, hogy megpróbálja meghódítani a Holdfastot. Úgy gondoltam, hogy adok magamnak egy esélyt. Hónapokat töltött azzal, hogy biztonsági kötéllel felkészüljön, és megismerje a 25 méter magas szikla felszínét, hogy aztán kötél nélkül is meg tudja mászni. Ilyenkor mindig szemmel tartom az időjárás előrejelzést, hogy mi fog történni, és várom a megfelelő szélirányt. Odafigyelek a szélsebességre és a megfelelő hőmérsékletre is. Aztán eljött az én napom, április 24-e. Jules 3 órát vezet otthonától Glen Nevisbe. Amikor odaér, senki sincs a környéken. Felállít egy kamerát. Egyik barátom mondta, hogy Jules, senki sem fog hinni neked. Azt mondta, hogy muszáj lefilmeznem. Tett azért néhány óvintézkedést, míg a szikla lábánál lévő talajt is eligazította, hogy növelje túlélési esélyeit, hogyha véletlenül leesne. Volt egy nagy kő a szikla lábánál, akkora, mint egy biliárdasztal, és a földből apró kövek álltak ki. Így arra gondoltam, hogy el kéne gurítanom a nagy követ és eligazítani a földet. Így próbáltam megakadályozni a félelmemet. Azt akartam, hogy amikor majd lenézek, akkor csak a füvet lássam, mert úgy könnyebb. Sokkal könnyebb, mintha lenézve egy óriási követ látnék. Amennyire csak tudta, lefette a köveket, most pedig Jules leveszi a kabátját, ami eddig melegen tartotta a végtagjait ezen a hűvös napon, majd bekrétázza az ujjait.
Mindig elkezdeni a legnehezebb, mert amikor elindulsz, már semmit sem tehetsz. Az Istenek kezében vagy. Ezután Jules elkezd mászni. Ilyenkor mindig megpróbálsz jól fordulni, minden mozdulat számít, és csak próbálod felhúzni a tested. Olyan 9 méteres magasságban kezdenek rosszul alakulni a dolgok Jules számára, amikor eléri a szikla legnehezebben mászható szakaszát. Itt a sziklafala kissé hátradől. Teljesen kifordulva kellett két lyukban kapaszkodnom, amik akkorák voltak együtt, mint egy érme. Mindkét kezemmel egy-egy ilyen nagyságú lyukba kellett kapaszkodnom. Nem volt más választásom. Jules a lábával próbálja elérni azt a pontot, ahonnan felhúzhatja magát, de a nap éppen a szikla felszínére süt, és most egy súlyos hibát vét. A visszatükröződő fény miatt azt gondolja egy foltról, hogy az egy jelzés, amit a felkészülés alatt készített, így a lába és az egész teste rossz pozícióba kerül. Amikor erre a pontra raktam a lábam, éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem is próbáltam meg nyugodt maradni, mert nem tudtam. Nagyon elszánt voltam, és tudtam, hogy rossz pozícióban vagyok. Elkezdtem pánikolni. Azt hittem, eljött a vég. Jules nem tudja tovább tartani magát, leesik. A másodperc töredéke alatt kellett hasznosítania az edzésen tapasztaltakat, hogy megpróbálja növelni a túlélési esélyeit egy ilyen nagy esés közben. Tudom, hogy más hegymászók ilyenkor feszülté válnak, ami a legrosszabb dolog, amit ilyenkor tehetsz. Én megpróbáltam laza maradni. Jules földet érése nem látszódik a kamera felvételén. Tudtam, hogy biztosítottam a terepet, de így is kb. 7 centire volt a fejem a biliárdasztal nagyságú kőtől. Szerencsés voltam, de vártam a fájdalomra. Próbáltam kitalálni, hogy mi történhetett a belső szerveimmel, hogy történt-e ezzel vagy azzal a testrészemmel valami. Csodával határos módon Jules szinte sérülés nélkül megúszta. Ez nem az volt, amit fel szeretett volna venni az utókor számára. Nem igazán tudtam, hogy mit csináljak, úgyhogy összepakoltam a cuccaimat, és csalódottan elmentem nyalogatni a sebeimet. Sokan már itt feladták volna, de Jules 3 hét múlva visszatért, és sikeresen megmászta a Holdfastot. Óriási erőre volt szükségem, hogy újból megpróbáljam. Jules továbbra is csak előre néz és nem hátra, és a hegymászás iránti szenvedélye sem lankadt. Azóta írt egy könyvet a tapasztalatairól, de azt a bizonyos sziklát szívesen elfelejteni. Tudtam, hogy biztosítottam a terepet, de így is szörnyű dolog történhetett volna. Azt hiszem, nagyon nagy szerencsém volt. Óriási. I was lucky. A lineális Robsírben egy szörnyű baleset történt. Egy ember megtalálta a szomszédját, aki a saját traktora csapdájába esett. A drámai pillanatokat rögzítették, amikor hívták a mentőket. Egy vérfagyasztó balesetben a földműves Grahamet saját traktora sebesítette meg. Én csak ott álltam, és hagytam, hogy a szögek áthatoljanak rajtam. A megmentéséhez szükség lesz a tűzoltók és a mentők különleges képességeire. A 30 éves tapasztalatom során még nem találkoztam hasonló sérülésekkel. Ilyen eset 1 millióból egyszer történik. Shropshire-ben Graham a napi teendőit végzi a farmján, mint ahogy ezt csinálta az elmúlt 40 évben. A mezőgazdaságban nevelkedtem, beleszülettem, és mindig is érdekelt, már iskolásként is ezt szerettem volna csinálni. Ha jól emlékszem, olyan 13-14 éves lehettem, mikor először vezettem traktort. De még az is lehet, hogy fiatalabb, bár nem igazán lett volna szabad. Ma reggel az 52 éves Graham olyan kapcsolatba került a traktorral, amit még azelőtt soha nem látott. Levettem egy bálaszénát, ami fekete műanyagba volt csomagolva, hogy megvédje az időjárástól. Ahogy leemeltem ezt a bálát, a rakás tetejéről a földre tettem, hogy majd levágom róla a fekete műanyagot, és előkészítem a marháknak.
Mint ahogy már ezerszer csinálta, Graham kiszállt a traktorból, és odament a szalmabálához. De ez alkalommal megfeledkezett valamiről, amit meg fog bánni. Azt hitte, hogy behúztam a kéziféket a traktoron, de nem húztam be teljesen. Már amennyire lehetett volna. Grahamet túlságosan lefoglalta, hogy eltávolítsa a műanyagot a báláról, és nem vette észre, hogy a mögötte lévő traktor a 45 cm-es tüskékkel lassan felé tart. Levágtam a csomagolást, és hirtelen azt vettem észre, hogy valami közeledik felém. Amikor éreztem, megfordultam, hogy megnézzem, mi van mögöttem. Félig megfordultam, és akkor már észrevettem, hogy a tüskék egyenesen felém tartanak. Rájöttem, hogy a traktor felém tart, de semmit sem tehettem, hogy megállítsam. Én csak álltam ott, és hagytam, hogy a tüskék áthatoljanak rajtam. Amikor a traktor megállt, Grahamet az előtte lévő bálához szúrta, mert közben megfordult. Graham úgy esett csapdába, hogy onnan egyáltalán nem látta, hogy pontosan mi történt. A tüske átszúrt, pont a fenekemnél. Teljesen áthatolt a testemen olyan szögben, hogy valahol a lábam felett, az ágyékom környékén szúrhatott át. Graham első gondolata az volt, hogy vajon túlélje, de furcsa módon nem érzett fájdalmat. Egyedül volt a mező közepén, és a farmon sem volt senki. A következő gondolatom az volt, hogy valahogy segítséget kell hívnom. A mobilom a zsebemben volt, amit nem tudtam elérni. Így arra gondoltam, hogy muszáj lesz kiabálnom, és reménykedtem, hogy valaki meghallja majd. Nagyon hangosan kellett kiáltania, mert a legközelebbi szomszédja nem volt otthon. De Harry és a családja, akik a szemközti út mentén laknak, épp a kertben voltak. Épp kint voltam akkor. Tisztítottam a csirkéimet. A szüleim pedig tábortüzet raktak, amikor egy kiáltást hallottunk. Nem is figyeltünk fel rá, nem is gondolkodtunk rajta. De a kiabálás folytatódik. Körülbelül 5 másodpercen belül hallottunk még néhány hangos kiáltást, és mindannyian tudtuk, hogy valami nincs rendben. Henry és a szülei futottak, hogy kiderítsék, mi történt, és az a szörnyű látvány fogadta őket, hogy Grahamet leszúrta a traktor. Henry azonnal hívta a mentőket. A bálázógép egyenesen átment a testén. Értem, tarts egy percig. Légimentőre van szüksége, semmi másra. Maradjon vonalban, segítséget próbálok intézni. Rendben? Lassan elveszíti az eszméletét, sietnünk kell. Olyan gyorsan jövünk, ahogy csak tudunk. Nagyon sok vért vesztett? Sok vért vesztett? Sok vért? Ne mozduljon, Graham, ne mozduljon! Amíg Harry telefonál, a szülei próbálják megnyugtatni Grahamet. A rohammentősök folyamatos kapcsolatban vannak Henryvel. Eszméleténél van és lélegzik? Igen, de olyan fehér, mint a fal. 3-4 kabátot adtunk rá. De nagyon sápat volt, fázott és remegett. A rohammentősök és a tűzoltók úton vannak a helyszínre. Riasztották a régió mindkét mentőállomását. Az egyik csapat egyenesen a helyszínre repül, a másik pedig az Észak-Staffordshire-i kórházba vérért, ha Graham hirtelen túl sok vért vesztene. Azon aggódtam, hogy meddig tart, amíg odaérnek, és hogy nincs rá jobb szó, hogy életben leszek-e még, amikor ideérnek. Ez volt az első gondolatom, mert nem tudtam semmit, hogy mi történt velem. Furcsa dolog a szerencse. Néha nekünk dolgozik, néha ellenünk. De ha a kiváltságosak közé tartozunk, akkor szerencsésen megmenekülhetünk. Szerencsés megmenekülésem. A Sussexi Chichester külvárosában tűzoltók állnak egy családi ház előtt. Villám csapott a kéménybe, ami beszakította a tetőt, és tűz keletkezett. A szomszédok azonnal hívták a tűzoltókat, miután észrevették az emeleti hálószobából felcsapódó lángokat. Becsapott a villám. Rendben, és mit lát? Füstöl egy ház. Értem, úton vagyunk. Egy nagy májusi vihar alatt történt. Összesen több mint 20 helyszínre hívták ki a tűzoltókat. 2,5 órába telt, amíg eloltották a tüzet. A ház belseje lángolt, de egy férfi utat vágva magának a mérgező füstben megpróbálta megmenteni az éjszakai műszakban dolgozó szomszédját, aki az emeleten aludt.
A nyugdíjas katona Dave Tilly otthon ebédelt, amikor valami megszakította a nyugalmát. Hatalmas robbanás volt. Nem hallottam ilyen hangot, valószínűleg azóta, hogy kiléptem a seregből. Kiment, és törmelék volt mindenütt az úton. A szomszéd házán a földszinti ablak kitört, és füst jött ki az emeleti hálószobából. Láttam Tim autóját a ház előtt. Tudtam, hogy éjszakás, és arra gondoltam, hogy Istenem, biztos alszik, és ez az ő szobája, ami kigyulladt. Ezért ösztönösen beugrottam a földszinti ablakon. Ahogy Dave bement, az egész házat ellepte a sűrű füst. Tudta, hogy a szomszédja Wall dolgozik, de megpróbált feljutni az emeletre, hogy elérje a szomszédja fia Tim szobáját, hogy megmentse. Dave látta, hogy ég az ágy, de Tim nem volt sehol. Wall közben hazasiet a viharban, mert aggódik a kutyái miatt, de fogalma sincs a tűzesetről. Láttam, ahogy mindenki az utcán van. Gondoltam, hogy valami történt. Az unokám azt kiáltotta, hogy ég a házad, ég a házad. Felnéztem, és láttam, ahogy felcsapnak a lángok a házból, és egyszerűen nem tudtam elhinni. Bent Dave folytatja a keresést, de a helyzet egyre rosszabb lesz. Ki kell jönnie, de mozgás lát, életjelet. Egészen lent voltam, mert nagyon sűrű volt a füst, és valami mozgást láttam a jobb szemem sarkából. Oda nyúltam, és megfogtam a kutyát, egy fehér-barna kutyát. Dave-nek sikerült kijutnia a család egyik kutyájával, és szerencsére kiderült, hogy Timnek egy találkozóra kellett mennie az utolsó pillanatban, így még a vihar előtt elhagyta a házat. Wall örül, hogy Tim és a család többi tagja sem volt a házban, amikor belecsapott a villám. Minden olyan gyorsan történt, ha Tim vagy én vagy az unokáim otthon lettek volna, most mindannyian halottak lennénk. Egy vérfagyasztó balesetben Graham Heatley-t átszúrta a traktor 45 cm-es bálázó tüskéje. Azonnal láttuk, hogy a tüske átszúrta a hátát és a hasüregét, és tudják, nagyon-nagyon sok szerv található ezen a részen. A tüske nem jött ki elől, de éreztük, hogy a hasában van, valószínűleg nagyon közel a bőréhez. Nagyon kismértékű volt a külső vérzés. Egyértelműen aggódtunk, hogy belülről vérzik. Tudtuk, hogy ha túl sokat időzünk ott, miközben vérzik, akkor az előbb-utóbb szívelégtelenséget okoz majd. Grahamet minél előbb kórházba kell szállítani, de ahhoz, hogy esélye legyen a túlélésre, a tüskével együtt kell elszállítaniuk. Ha bárkit leszúrnak, vagy valami hasonló eset történik, soha nem távolítjuk el az eszközt, azt csak sebészetileg lehet kivenni. A testben kell hagyni, mert nyomhat valamit, vagy épp elállíthatja a vérzést, de ezt nem tudhatjuk még ezen a ponton. Mostanra a tűzoltók is megérkeztek az Elsmere-i állomásról. Rájuk hárul a feladat, hogy leválasszák Grahamet a traktorról. A tűzoltók vezetője John Dickey. A 30 éves tapasztalatom során még semmi hasonlót nem láttam, hogy valaki így felszúródik. Megérkeztek a tűzoltók, és kitámasztották a traktort, hogy ne tudjon tovább mozdulni. Azt tanácsolták, hogy ne engedjük senkinek sem, hogy leállítsa a traktort, mert attól a tüskék összezárodtak volna. Ugyan a tűzoltók rendelkeznek néhány hasznos hidraulikus eszközzel, ez mégsem elegendő ahhoz, hogy levágják az edzett acélból készült tüskét. Az egyetlen reményük, hogy kilazítják a csavart a traktor felüli oldalon, és így távolítják el. De ez sem lesz egyszerű, mert már évek óta nem mozgatták a csavart. Próbáltuk kiszedni a csavart, ami be volt rozsdásodva, és amikor végre sikerült megmozdítani, akkor az a Grahamben lévő tüskét is megmozdította. Éreztem, hogy megfordul bennem, kiáltottam, hogy hagyják abba. Graham azonnal szólt, amikor érezte, hogy megmozdult benne. Most a tűzoltók befogatják a tüskét, és kenőolajat használnak, hogy kilazítsák a csavart, és hogy meg tudják fordítani anélkül, hogy Grahamnek további fájdalmat okozzanak.
Közben a légimentők folyamatosan vizsgálják Graham állapotát, ellenőrzik a vérnyomását, mert ha leesik, akkor valószínűleg belső vérzése van. Amíg folyt az akció, egy gyenge nyugtatót adtunk neki, hogy ne legyen számára annyira kellemetlen. Bizarr módon azt mondta, hogy nem érez túl erős fájdalmat. Amikor ott vagy és látod mindezt, akkor azt gondolod, hogy nagyon sok fájdalommal és aggodalommal járhat, de ő nagyon nyugodt maradt. Graham már több mint másfél órája szúródott fel a tüskére, a tűzoltók is már több mint egy órát töltöttek azzal, hogy kiszabadítsák. A végső stádiumhoz érkeztek. Azzal, hogy kiszedtük a csavart, még nem voltunk készen. Meg kellett próbálnunk valahogy előre tolni a tüskét, hogy eltávolítsuk a traktorról. Ez az igazság pillanata. Ahhoz, hogy elkerüljék, hogy még súlyosabban megsebesítsék Grahamet, egyszerre kell elmozdítaniuk őt és a tüskét. Hogy erre felkészítsék, adnak neki egy adag erős ketamint. Nem aludt, csak be volt nyugtatózva, így muszáj volt valamit még adnunk neki, mert nem tudtuk volna úgy kivenni a tüskét, hogy őt nem mozdítsuk meg egyáltalán. 4-5 tűzoltó állt körém, és egy széket formálva felemeltek. Először a csavart kellett kiszedni, és utána átnyomni a fémen, ami már olyan régóta állhatott úgy, hogy majdnem teljesen be volt rozsdásodva. Végül muszáj volt egy kalapácsot használnunk, ami érthetően nagyon fájdalmas volt Graham számára. De végre sikerült kiszabadítanunk. Graham emlékszik, hogy magához tért a hordágyon, ahogy a mentősök berakták a helikopterbe. A légiszállítás most elengedhetetlen. Másként egy 45 perces rázós út várt volna rá a rossz vidéki utakon egészen a kórházig. Sosem utaztam még helikopterrel előtte. Valószínűleg választhattam volna jobb alkalmat is arra, hogy kipróbáljam, de örültem, hogy ott volt. 17 perccel később Graham már az Észak-Staffordshire-i kórházban volt, és egyenesen a műtőbe vitték. A röntgen azt mutatja, hogy a tüske szinte teljesen áthatolt rajta, de a Graham övén található fémcsat megállította. De nem csak emiatt volt szerencséje. Hihetetlen módon a tüske nem ért egyetlen létfontosságú szervet sem, de még így is csak több órás műtét segítségével sikerült eltávolítani. Találkoztam a sebésszel, azt mondta, nagyon-nagyon szerencsés vagyok, valaki biztosan vigyázott rám, mert egyik belső szervem sem sérült. Azt hiszem, az orvos azt mondta, hogy ha egy vonalat kellene rajzolni a legjobb helyen, ahol át lehet szúrni valakit, akkor ez lenne az. Elképesztő, hogy teljesen átszúrta, mégis elkerült mindent. Már egy kis kavics is megváltoztathatott volna mindent. Ha belegondolok, ez egy csoda, de tényleg. Henry és a családja talált rá Grahamre, és ők voltak azok is, akik a helyiekkel együtt gondját viselték a farmnak, amíg Graham rövid ideig kórházban volt. Nem számítottunk arra, hogy egy hét múlva már itthon lesz. De Graham már csak ilyen. A tűzoltók vezetője John és a rohammentős Kerry később meglátogatták Grahamet, hogy megnézzék, hogyan boldogul. Amikor a baleset után találkoztam Grahammel, nem akartam elhinni, hogy járkál és vezeti a traktort. Pedig szerintem a közelébe se szabadna mennie. Annyira örült neki. Visszakaphatnám a tüském? Kérdezte. Ez az a tüske, ami átment rajtam. A kórházban legalábbis ezt mondták. Mert vissza akarta tenni a traktorra. Ha megtalálnám a csavart, vissza is raknám a helyére, de ez a csavar egyelőre visszatart. Visszagondolva a történtekre, ez lehetett volna számomra a vég. Hálás vagyok azért, hogy még itt lehetek, és elmesélhetem, hogy mi történt. Ez az első komoly dolog, ami történt velem, és remélem, ez volt az utolsó is. Ennyi volt mára, de tartsanak velünk legközelebb is, amikor hasonlóan meredek helyzetekkel találkozhatnak. A magyar változat a BTI stúdióban készült.